Amíg a gyerekek örömmel ugrálóvárasztak és sportoltak, a legfinomabb ételek is elkészültek szombaton a törekvés lakótelep sportpályáján. Hagyományteremtő célral szervezték meg itt az első toros rétes családi napot. A vidám esemény reggel disznóvágással indult majd délben a toros ebéd mellé, a helyi receptek szerint elkészítették a finom rétest és fánkot is. Az északi külterületek lakói szívesen érkeztek egy kis eszmecserére. Itt nem csak egymással beszélgethettek, hiszen a helyszínre látogatott szemerei néppatakik Claudia polgármester is. Az a hatalmas erő egyébként egy-egy ilyen közösségből tényleg csak beszélgetni szeretnének, és úgy éppen a mindennapi gondjaikról, problémáikról, vagy éppen jó dolgokról, szép emlékekről, amik fűzik egy-egy ilyen rendezvényhez is, eseményhez is, és egyre inkább azt mondják, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen alkalmakra, hogy tudjanak beszélgetni, mert, mert a mai világban már tényleg nem nagyon van rá lehetőségünk, úgyhogy hálásak és megköszönik ezeket a lehetőségeket. Szemerei Néphataki Klaudia polgármester kiemelte, kecskemített pont az ilyen beszélgetések, közös érték megőrző események teszik egy igazán élhető és értékes várossá. Szerintem ennek köszönhetjük azt, hogy még ilyen szép és egészséges társadalmunk van magyaroknak is, de itt Kecskeméten is azt érzem, hogy tényleg jó lelkű, jó szívű emberek vesznek bennünket körül jó gondolatokkal, jó energiákkal, ami a mai világban a legfontosabb. A Toros nap résztvevői doktor Szeberény Gyura Tamás országgyűlési képviselőnek is elmondhatták gondolataikat, akár csak az esemény szervezésében oroszlán részt vállaló dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselőnek, aki örömét fejezte kilátva, hogy sokan eljöttek. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik, tehát hogy ez, nekik ez az egyik legmeghatározóbb esemény, rendezvény. De nem is mindig járnak be a benti városi rendezvényekre, Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt egy helyi közösséget összetartson. Mindig kell olyan, aki helyben szervező, egyéniség, szervező, és az, az élére áll a falunak, és a képviselőn túl ő is segíti. De ezeken a helyeken által megvannak ezek az emberek, és akkor így, és illetve a, a szomszédos egyesülettel így nagyon így tudtuk megszervezni. A sportmája ismét jól bevált rendezvény helyszínként. A Törekvés falu és a Kosut falu a Szécsényi Egyesülettel együtt közösen járultak hozzá a jó hangulatú szombati eseményhez. A látogatókat a disznóvágás mellett sok kísérőprogram, sportprogramok, ugrálóvár, kézműves feladatok sora, zene, tánc és finom falatok várták.